hétfőn kezdte el Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök és három párttársa az éhség sztrájkot, tiltakozásul a Fidesz által tervezett választási feliratkozás előzetes regisztráció miatt. Mint mondják, ennek semmi más, csak politikai célja lehet, hiszen előzetes regisztrációra nincs szükség, népességnyilvántartás van ebben az országban jó pár évtizede. A külföldi állampolgárok, kettős állampolgárok pedig, amikor megkapták, honosították állampolgárságukat, nos, ők is felírták azt, hogy hol laknak, de egyébként, ha kell regisztráció, akkor regisztráljuk őket, és akkor mindenki azonos feltételekkel indul. Szóval ilyen előzmények után mindenki arra gyanakszik, hogy gyakorlatilag ezzel inkább választók tömegét lehetne kizárni a választásból, a szavazásból, és nem sokkal többet bevonni a választásba. Tehát az éhségsztrájknak, ha nem emlékeztek volna rá, ez volt az alapja, a kiinduló pontja. Gyurcsány Ferenc van most a vonalban, a Kossuth térről kapcsoljuk őt. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Nos, az elmúlt egy héten oly sok mindenről beszéltünk, arról, hogy mikor ki látogatta meg önt, ki nem látogatta meg önt, hogy Gyurcsány simogató nyílt a Kossuth téren, hogy Fekete Pákó még levest is küldene önnek. Szóval nagyon sok mindenről olvashattunk, csak a választási regisztrációról nem. De legalább már beszélünk a választási regisztrációról. Megérintette az embereknek a lelkét, a gondolkodását. El fog indulni egy olyan folyamat, amelynek az lesz a vége, hogy nem tudja olyan simán, könnyen, némaságba burkolózva bevezetni ezt a regisztrációt a kormány, mint hogy például reakció nélkül szinte elvette a magánnyugdíj pénztári megtakarításunkat. Ügy lett a dologból, ezt akartuk, hogy értsék a választók, hogy itt valami van, itt már tartunk, valami itt van. Ott a téren azt láttuk és olvastuk is, hogy több ezeren látogatták meg önt, több ezer emberrel beszélt ez alatt a szűk egy hét alatt. A választási regisztrációval kapcsolatban szóltak, vagy erről szóltak az a diskurzusok? Tehát erre voltak kíváncsiak az emberek, hogy akkor most ezzel mi lesz, vagy hogy mit tegyenek ellene? Na, őszinte leszek önnel, vagy önökkel. Erről szólt a beszélgetéseknek a kisebbik fele. Akik jöttek, azoknak a többség azt mondta, hogy köszönöm, hogy ezt maguk csinálják, értünk, sokszor mi helyettünk, tartsanak ki, vigyék most már végig, gratulálunk hozzá, látni akartuk magunkat, mutatni akartuk, hogy együtt vagyunk önökkel, nagyon jó, hogy maguk vállalják ennek a kockázatát, mi nem mernénk vállalni. Azaz a nagy része inkább az akcióhoz nyújtott szolidaritás, személyes támogatás, egyfajta személyes politikai szimpátia kifejezése, nem alkalmas a helyzet, hogy hosszú vitát folytassunk. Hétfőn tartottunk egy kétórás konzultációt a választási regisztrációról. Az egy nap volt tematikusan, amit kifejezetten erre szántunk délután, utána minden nap volt egy tematikus témánk, ma például roma ügyekről, roma-nem-roma együttélésről, előítéletes politizálásról vitatkoztunk így délután. És akkor hogyan tovább? Vége lesz az éhségsztrájknak, letelik az egy hét, holnap lesz egy nagyobb demonstráció, és mi az, ami megoldódott? Egy dolog megoldódott, annyi, hogy belekerült az emberek gondolkodásában, hogy van itt egy fontos ügy, nyilván fontos, hogyha ez a Gyurcsány meg egy pár pasi kiment a Kossuth térre, és ott sanyargatta önmagát egy hétig, akkor nyilván valami itt van. Ez már azt hiszem, hogy ott van a közvélemény jelentős részében. Hozzáteszem, ha ezt nem tesszük, akkor nem lenne ott. Holnap nagygyűlést tartunk valóban a Batthyány Örök Mécsesnél 15 órakor Budapesten. Ott el fogjuk mondani, hogy mit javaslunk, hogy milyen további lépéseket tegyünk. És örömmel elmondanám önnek, mondom sokatszor, de tudja, akik erőt vesznek magukon holnap és eljönnek hozzánk szombat délután, azoknak kell először hallania, hogy mit mond a demokratikus koalíció, mi van az éhség sztrájk után. Nem befejeztük ezt az ügyet, hanem ezzel elkezdtük, és további 3-4 lépést fogunk tenni egészen addig, ameddig elfogadják, vagy nem fogadják el ezt a törvényt. Persze az utóbbira lényegében nem látok én sem esélyt. Ott a Kossuth téren nem tudom, hogy mennyire látta a tegnap esti egyenes beszédet, de a hírét az hallhatta, hogy Kónya Péter, a Szolidaritás Mozgalom egyik vezetője itt jelentette be azt, hogy október 23-án ezen a jeles napon azt szeretnék, hogyha együtt emlékeznének egyrészt a forradalomra az ellenzéki erők, de az lenne igazából egy ilyen korszakalkotó dátum, amikor is az ellenzéki erőknek a
együttműködése is megkezdődne a 2014-es választásokra. Mit gondol erről? Én holnap beszélni fogok erről a nagygyűlésen, és azt fogom mondani, hogy kicsikével túl a ciklus felén ideje félretenni egy sor egyébként valós, vagy éppenséggel nem valós, személyes vagy politikai természetű vitát a demokraták között. Mert az a küzdelem, amit folytatunk a Fidesszel, hogy tetszik, az antidemokratákkal, az önkény embereivel, ez a küzdelem nem engedi meg, hogy helyenként nagyon kicsinyes, az ügyhöz méltatlan viták osztanak meg bennünket. Ezért azt gondolom, hogy az idei október 23-át a demokratikus ellenzék nagy, közös tüntetésévé kell tenni. Meg kell mutatni, hogy mi vagyunk többen, mi vagyunk erősebbek. Nekünk van közös akaratunk, elképzelésünk arra, hogy ne csak leváltsuk Orbán kormányát, rendszerét, hanem hogy utána visszavigyük Magyarországot a normalitás, a józanság az európai polgári modernitás világába. Én ezt értem, és ezt oly sokan elmondják már, de hát ennek egészen egyszerű, földhöz ragadt technikai lépései is vannak. Ki lesz a közös jelölt, ki lesz a közös miniszterelnök jelölt, melyik párt adja fel gyakorlatilag a függetlenségét, melyik nem adja fel, hogyan tudnak, ha győznek, kormányt alakítani. Hát ezek nagyon fontos technikai kérdések. Nem akarok magával vitatkozni, Olga, legalábbis ma este semmiképpen nem, de ezek nem technikai kérdések. Van-e politikai akarat, vagy nincs? Van-e taktikai szórakozás abban, hogy együtt vagyunk, vagy külön vagyunk? Én olyan sok évet hallottam itt már a gyurcsányozástól, a jó ég tudja micsodáig, hogy őszintén szóval ez tele van most már a padlás. Mindenki mondja el, hogy fontosabb-e a saját maga pártjának, szervezetének a rövid távú hatalmi helyezkedése még 2%-kal többet megszerezni, vagy megértette, hogy ha egymást fogjuk mi marni demokraták, akkor Orbán a markába fog röhögni, és a mainál is kisebb támogatással ott fog maradni a parlamentben, és folytatódik ez a rémálom, aminek most már 2 éve a szemtanúi és szenvedő alanyai vagyunk. Azt kell mondani a választóknak, hogy ne engedjétek a demokratikus oldalt támogató választók, gyakoroljanak nyomást, mondjanak világos véleményt a hozzá közel álló átlók támogatott szervezeteknek, pártoknak, és mondják azt, hogy elég volt a szórakozásból, tessék elkezdeni együttműködni. Hogy ki lesz a jelölt, ráérünk eldönteni jövő ősszel, de hogy együttműködünk, hogy programot csinálunk közösen Magyarországnak, a 4. köztársaságnak, azt hiszem, hogy ideje elkezdeni kiépíteni az ehhez szükséges bizalmi emberi viszonyt. A DK erre kész? A DK mindig kész volt erre. A DK volt az egyetlen olyan párt a parlament ellenzéki oldalán, és ma is az egyetlen, ami azt mondja, hogy előfeltétel nélkül erre készen vagyunk. És tegyen világossá, mert hogy nagyon sokszor ilyenkor rólam kezdenek el beszélni. Az, aki azt gondolja, hogy nekem 2014-ben miniszterelnöki ambícióim vannak, és amiatt nem akar együttműködni, hát ha velem kell megküzdeni, azt megnyugtathatom. Én nem leszek miniszterelnök jelölt. A demokratikus oldalon egészen biztos, hogy más fogja vezetni, és ez így van rendjén 2014-ben. Hagyjuk abba, hogy személyekről beszélünk, ahelyett, hogy azt beszélnénk meg, hogy hogyan lehet egy jobb országot ebből csinálni, és hagyjuk abból, hogy személyi viták akadályozzák azt meg, hogy ezt a rezsimet elküldjék a demokraták és elküldje Magyarország. Kiszakadva a politikusi burokból, a parlament falai közül, azért ez az egy hét nem olyan volt, mint egy lakossági fórum hetente vagy két hetente egyszer. Szóval itt folyamatosan, szinte a nap 24 órájában járókelőkkel találkozott és beszélgetett. És nyilván azokkal, akik valamiféle kritikát fogalmaztak meg a jelenlegi kormánnyal szemben, azért mentek oda önhöz. Mit mondanak, vagy mi az ön tapasztalata, hogy az embereket ma Magyarországon mi az, ami legjobban érdekli, vagy legjobban bántja, vagy legjobban, leginkább változtatnának rajta? Hát nézd, két alapvető dolog van. Az egyik a félelem a rendszer hatalmától, bosszújától, attól, hogy ez a mindent behálózó fideszes világ, ez, ha valaki kimutatja a demokratikus oldalával egyetértését, akkor azt megbosszulja. Ha nem engem bosszul meg, akkor a lányomat, a vejemet, az unokámat valamilyen módon bosszút áll. Ez az egyik, a másik pedig hát elképzelhetetlenül sok
személyes nehézséggel, tragédiával is találkoztunk, ahol elmesélik a saját történetüket, nyilván nincs itt hosszú idő, itt naponta 200-300 emberrel legalább kellett egyesével kezet fognunk, akik és sokakkal már nem tudtunk, mert hogy nem fér bele az időbe. Az állás elvesztése, állástalanok sokasága jött ide. Ma délután valaki úgy jött oda, hogy akkor elbúcsúzik, holnap reggel utazik Belgiumba, oda költözik, mert itthon nincsen munkája, most már huzamosabb ideje. Azaz munkahely, állás, jövedelmi viszonyok és az őrült rettegés, ami ebben az országban van, valóban az önkény szele lengi be ennek az országnak a levegőjét, amit ideje lesz kitakarítani innen. Hogy bírja magát az éhezést? Hát nézze, voltam már ennél jobban, meg mindegyikünk, de van bennünk egy nagy adag elégedettség, mert azt gondoljuk, hogy jó ügyet csináltunk, és alapvetően sikeresen csináltuk meg. Egyébként pedig hát nyilván pokolan éhesek vagyunk, meg hát pokolan fáradtak vagyunk itt a hatodik nap környékén, de holnapig ezt kibírjuk, egy jó nagy gyűlés fogunk csinálni holnap, és utána egy pár nap elég lesz ahhoz, hogy az életünk az visszaforduljon a normál kerékvágásba. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, viszontlátásra, viszonthallásra.